mi sárhamim. A mártír halált halt zsidókért szólt az ima a zsinagógában. 122 emléktábla jelzi a templom falán a gyűlölet éveit. A társadalomnak nem szabad gyűlöletben élni, hangsúlyozta a hitközség elnöke. A gyűlölet nem ad szabadságot. Aki nem gyűlöl, annak könnyebb az élete, és könnyebben tud szeretni. Az eseményen megemlékeztek a nemrégiben elhunyt Szalai Istvánról és Zuhman Tamásról. Én és az én atyáim vétkeztünk. A Menetelés az életért mozgalom olyan német keresztény fiatalok körében született, akik rájöttek, hogy felmenőik körében a zsidóság elleni terhelő történetek vannak. Simonyi Andrea hazai koordinátor szerint fel kell tárni a múltat, és el kell mondani az igazat. Erre az igazság gyógyító ereje készteti őt is, aki egy zsidóktól megfosztott házban nőtt fel. Szükség van arra is, hogy a felelősök utódai is szembenézzenek, és azoknak a szemébe mondják el a felfedezett történeteket, akiknek ez a múlt mérhetetlen szenvedéseket okozott. Ezért vagyok ma én is itt. 1897-től egészen a vész korszakig volt a Keszthely hitközség rabbija Bühler Sándor. Rá emlékezett Szarka Lajos történész. A tudós rabbi feldolgozta a magyar zsidóság történetét, és számos publikációt jegyzett. Keszthelyiek rajongásig szereti kiváló papjukat, akinek a népszerűségét a keresztény társadalom is elismeri, hiszen a kommun alatt élete kockáztatásával védelmezte a tanítórendi apácákat. Ekkor például a vörös katonák letartóztatták, lecsukták, és a városháza előtt egy keresztény tüntetés volt a kiszabadításáért. A judaika kutató megmenekülhetett volna, a város felajánlotta ezt neki, de sorsközösséget vállalt a Keszthelyi járás azon 829 zsidójával, akiket 1944-ben a keszthelyi gettóból Zalaegerszegre, majd onnét Auschwitz-Birkenauba vittek. A zsinagóga udvarán álló emlékműnél a leszármazottak, a város és politikai pártok képviselői hajtottak főt és helyeztek el köveket. A 829 elhurcoltból mindössze 64-en élték túl a holokausztot, közülük 30-a jöttek vissza Keszthelyre.